Ebben a korszerű konyhában főznek majd a betegeknek és a hozzátartozóiknak. A Harkányi Pszoriázis Centrumban korszerű körülmények között zajlik majd az étkeztetés is. Az új épületben 5 emeleten, 3 csillagos hotelszintű környezetben kezelik majd a pikkely-sömörös megbetegedéseket. Ebben tud a Harkányi úgy viszontalkodni, hogy egy 3-5-es kórára, hogyha valaki ide jön hozzánk, 89%-os tünetmentességet tudunk elérni, gyakorlatilag hasonlóban a fototerápiás rendszerrel, amelyet csak igen költségesen a holtengernél lehetne igénybe venni. Erre alapul röviden az egész kezelési metódus eljárás. Ugyanúgy unikum ez a kezelési lehetőség. A Harkányi víznek az ereje ugyanúgy unikum, mint a holtengernek a vize. A 1,5 milliárd forintos projekt kedden ért a végéhez. Tifán Zsolt országgyűlési képviselő szerint ezzel a projekttel Harkány és térsége nagyot lépett előre. Harkány egy olyan attrakcióval rendelkezik a gyógyvíz által, amely világszerte ismert, ez nem kérdés, és az, hogy a Harkányi Kórház egy magasabb szintű, szinte szállodai szintű gyógyászati központot hozott létre, ez nem csak a magyar, hanem a külföldi vendégeknek is rendkívül vonzóvá válhat. Az 5 emeletes épület minden szintjén 15 szoba található. A 3. emelet teljes egészében a pikkely-sömör kezelésére szakosodott. Egy speciális elektrotechnikával is rendelkezik. Páva Hanna helyettes államtitkár szerint ezzel más országok betegei is megfelelő kezelést kaphatnak. Ez a beruházás a gyógyturizmus keretén belül egy fontos pont, hiszen itt külföldi betegek gyógykezelésére is sor kerülhet, és ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a kormány kiemelten kezeli a gyógyturisztikai kérdéseket, hiszen ezáltal a turizmus fellendülése és végső soron a magyar gazdaság fejlődése érhető el, vagy segíthető elő valamilyen mértékben. Az új épületben összesen 2 orvosi rendelő, 5 gyógyvizeskád, fényterápiás helység, 2 tornaterem és 4 masszázsrészleg is helyet kapott.